Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECIGI tesztek. Nézzük akkor, hogy hogyan kell átalakítanunk drip üzemmódból vatelines üzemmódba a készüléket. Amit én már előzőleg megtettem, hogy a wattának ide a két-két oldalára kivezettem két kis pamacsot, ezek fogják a folyamatos léellátást biztosítani nekünk a tekerésre. Amire még szükségünk van, az egy körülbelül ekkora vatelincsík, és ugyanez a levegő cső, mint amit az előbb használtunk. Itt viszont nincs ugye benne nekünk ez a közdarab, tehát a levegő cső végéről ezt a kis ógyűrűt eltávolítjuk. Miután ezzel megvagyunk, fogjuk a vatelin csíkunkat, és szépen köré tekerjük úgy, hogy a levegő állító cső fölé ne kerüljön, tehát ide ne kerüljön, majd ilyen apró körkörös mozdulatokkal szépen belevezetjük a helyére, hogy ne csípje sehol meg a, mint ahogy itt is, a menetet, meg itt is. Ha ezzel megvagyunk, ezt összetekerjük. És itt látjuk fölül, itt még ezt eligazgatjuk egy picit, a vatelint. Más dolgunk sincsen, csak fogjuk a kedvenc likvidünket, és szépen beitatjuk vele. Én most ezt nem itatom tele, ennyi elég lesz. Úgy, ha ezzel megvagyunk, akkor szépen összetekerjük a készülékkel, beállítjuk a levegőlyukakat, még egyel arrébb. Miután a levegőlyukakat beállítottuk, megnézzük ismét, hogy volt-e értelme a munkánknak. Volt. Nézzük meg akkor távolról, milyen a történet. Közelről a gőzképzést megnéztük, most nézzük meg távolról, milyen egy vatelines üzemmód. Kiköpött olyan, mint az előző kettő. Amire érdemes figyelni a vatelines üzemmódnál, az pont a vatelin mennyisége és minősége. Hogyha túl kevés vatelint rakunk bele, akkor azt fogjuk elérni, hogy nem fogja megtartani a likvidünket, és le fog az egész ömleni a kazántérbe, és szörcsögni fog. Ha túl sokat rakunk bele, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egy ideig nagyon jól működik a történet, és utána elkezd száraz, égett ízt adni, azért, mert nem tud megfelelő ütemben folyadékot szállítani nekünk a vattánkra, az pedig a tekerésre. Úgyhogy itt, ami a legnagyobb problémája lehet, az maximum az, hogy a vatelinünk vagy túl sűrű, vagy túl laza, nem ér hozzá a vivőhöz, tehát az üvegszálhoz, amit mondjuk fölállítottunk, vagy nem ér hozzá a vattához, és ezért égetni fog, de ezt ki tudjuk tapasztalni, hiszen hogyha egyből az elején éget, akkor ez a probléma, hogy nem ér hozzá, hogyha egy idő után éget, tehát mit tudom is én, 5-6-8-10 sluk után, akkor pedig nem megfelelő a léellátás, tehát szoros a vatelin csíkunk. Egyébként
nem sokkal kevesebb fér bele, mint tankos üzemmódban. És hogyha mondjuk nem ezzel a fémpalástal használjuk, hanem ezzel a makrolonnal, akkor szépen látszik is a vatelinnek az állagából, hogy mikor kezd el kifogyni belőle a likvid. Azt vettem észre, hogy egy picit, hogyha benne van a levegőcső tankos, illetve vatelines üzemmódban, nekem minthogyha egy picit nehezebben jönne a levegő, de lehet, hogy ez csak az én feneérzékeny torkom érzékeli így. Egyébként, ha föl kéne állítani azt, hogy mire jó, akkor én azt mondanám, hogy a drip üzemmód otthonra, a vatelines üzemmód nyárra, vagy esetleg kint a szabadban, a tankos üzemmód meg bárhova, máshova, hogyha elmegyünk egy hosszabb útra, túrára, bármi hasonló, tökéletes. Tehát a három az teljesen jól kiegészíti egymást. Ahogy nézem, igen, amit az előbb is mondtam, a vatelines szett így csak, tehát hogy nem kell az átalakító gyűrű, így 7700 környékén van. Összeadhatjuk ezt az egészet átalakító gyűrűvel, amit az előbb mutattam, 5-10-re átalakító gyűrű, a vatelines készlet, a tankos készlet, azt így külön nem számoltam össze. Az egész szettet, hogyha valaki Pelzo full szettet szeretné megvenni, az jelen pillanatban kicsivel 37 ezer forint alatt van. Nem kevés, viszont vannak azok az élethelyzetek, amikor vagy az egyik, vagy a másik teljesíthet jobban. Én megszoktam azt, hogy útközben is drippelek, úgyhogy bár megvan a komplet szett, de inkább csak a drip üzemmódot használom, viszont a másik kettő is teljesen egyszerűen beüzemelhető és nagy megelégedésére szolgálhat az embernek. Pozitívum, negatívum. Negatívumot igazából nem lehet elmondani ennél a konfignál. Amit elmondtam a dripnél a levegőzéssel kapcsolatban, az itt is fennáll, hisz ugyanaz a levegőállító gyűrű van. Negatívum lehet, hogy illetve hát az nem negatívum, hogyha a user rosszul rakja össze a konfigot, akkor bizony szenvedés van vele, és úgy élheti meg a dolgot, mintha a kazán lenne rossz, pedig hát ez nem így van, hanem egyszerűen csak rosszul van összerakva, tehát user error, ezt ki lehet könnyen küszöbölni, illetve egy kis gyakorlat útján meg lehet szerezni hozzá a készséget. Mindent egybevéve, akár a komplet set, akár ha csak most a vatelines nézem, akkor csak ez a vatelines is nagyon jól teljesít, és bátran merem ajánlani akár a Kuzihoz, akár az 5-10 kiegészítővel bármely más készülékhez is a történetet. Az ára egy kicsit riasztó lehet, talán ez az egyetlen negatívum a történetbe, de hát mindennek van egy előállítási költsége, ez ennyi. Viszont ezért egy olyan rendszert kapunk, amit nagy megelégedéssel és hosszú ideig tudunk bármikor és bárhol használni. Remélem tudtam segíteni a videóval. Sziasztok!